Köszöntöm kedves nézőinket! Nyitott Egyetem című előadássorozatunkban ma dr. Aknai Tamás egyetemi tanár a gyermekábrázolását mutatja be különböző korokban, különböző művészeti alkotásokon keresztül. Tartsanak velünk! Tisztelt hallgatóim, uraim és hölgyeim, kedves kollégák! Most itt a művészettörténet szólal meg egy kicsit a számunkra. Én most itt ikonográfiáról kívánok beszélni. A gyermekkel kapcsolatos évezredes okoskodások nem tüntetik ki a figyelmükkel a gyermeket úgy, mint ahogy ezt ma tesszük. A kereszténység után, a kereszténység megjelenésével nem a Ganün Médesz figurája, hanem majd a kis Jézus figuráján keresztül az emberi alak rehabilitációja jelent egy óriási változást, így a dolgok szentimentális, vagy esetleg teológiai tartalmi megítélésében. Ganün Médesz figurája, akármennyire is a Rembrandt csinálta, és akármennyire is Jupiter rabolja el ezt a kis Ganün Médeszt, arról van csupán szó, hogy az antikvitás pedofiliája, a homoszexuális természetű hancúrozgatás a serdültekkel vagy serdületlenekkel bevett mindennapi ornamentikája az arisztokratikus társadalmi viselkedésnek. A Rembrandt játszik ezekkel a felszabadult nézetekkel a protestáns Hollandiában, de mélységesen átérzi a keresztény felelősséget is, amikor a Delacroix felidézi a Médeia figuráját. Itt is a klasszikus antikvitásnak egy kicsit horrorisztikus jelenetéről van szó, ugye Jászon és az aranygyapjú története, Jászont hogyan büntetjük meg, a saját gyermekeinket legyilkoljuk a szeme láttára. Belefér ez a nagyon különös dinamikájú lelki szőttes az antikvitásba, nyilván ezért is marad meg ez a különös Médeia minta. És nagyon érdekesen használja fel, mint egy ornamensként a gyerek figuráját a művészettörténet, szinte tetszőlegesen halászhatnánk a művészettörténet ismeretanyagba, de én csak ezt azért választottam, mert ez az Agnolo Bronzino műve, amely mű azért érdekes a mi számunkra, mert a Szépművészeti Múzeumban is van egy változata, ez a Londoni National Gallery-ben található ez a kép, a Vénusz diadala, és itt pontosan lehet látni, hogy az erotikus természetű incselkedésnek milyen érdekes kis foglalata az Erosz figurája, rá lehet küldeni ezt a különös, befejezetlen, nagyon-nagyon érdekesen frivol figurát, a gyerek figuráját egy ilyen nagyhatásos, nagykapacitású szerelmi főszereplőnek a testére. A gyermek ornamentika. A kereszténység, mint említettem, jeleníti meg elsősorban a skolesztika jóvoltából azt a lehetőségünket, hogy Krisztus megemberiesülésének következtében a tényleges emberi aktusok és Krisztus gyermekségének következtében a tényleges emberi aktusok azok felértékelődjenek, és Krisztus gyermeksége úhatatlanul a kultuszokon keresztül, az áldozatokon keresztül, a kegyképeken keresztül felhívja a figyelmet a modernre, a mindenkori művész számára megkerülhetetlen példára, a tényleges gyermekre. És jönnek itt a nagy klasszikusok, és sorban látjuk, hogy a gyermek, bárha Krisztusról vagy keresztelő Szent Jánosról is van szó, azért a mindenkori, mindennapi gyermek figuráját jelentik, és ettől a képtől, ettől a késztetéstől a művészettörténet soha nem fog már elszakadni a Pablo Picasso életművében, és gyönyörűen lehet látni, bár káprázatos frazeológiákban, de a gyermek figurája központi értékű lesz, és nem kell túlságosan messzire szaladni mintáért, hogyha ezt a késői Pablo Picassót megnézzük, hiszen ott van benne a klasszikus piétáknak a modellje, a anya és a gyermeke, a szűz vagy a kisded figurája. Maradandó lett, nem változott meg, benne a gyerek, mint egy társadalmi csoport integráns szereplője, kihagyhatatlan, elhanyagolhatatlan. Nagyon furcsa motivációk rejtőznek, egy ilyen egyszerű apróságban, mint ami hát ugye a Lukasz Cranach átiratában csak annyit jelentett, hogy engedjétek hozzám a kisdedeket. Krisztusi mondás, találkozzunk, foglalkozzunk vele. Mármint a gyerekekkel, velem is ezt tették, bemutattak a templomba, elmentem, tanítottak és tanítottam. És ez az egész nagyon intenzív és észrevehető figyelmet irányított a művészetek történetében a gyermek és a gyermekség felé. Úgyhogy a 16. században már nagyon pontos leírásokkal találkozunk arról, hogy hogyan is élnek a gyermekek, megfigyelések, ez nem együttműködés még, és nem mondhatjuk azt, hogy túl szentimentális ez a világ,
főképpen nem a reformált, és főképpen nem a római katolikus keresztény térségekben, másképpen működnek ezek, de mindenképpen regisztráltunk életformához tartozó apróságokat. Nagyon kedves, és a korszak valószínűleg létező emócióira utal, amit a Domenico Ghirlandaio, hát lényegében Firenzéhez kötődő nagymester csinál ezzel a Louvre-ban lévő megejtő képpel. Gyönyörű ellentét, az idősödő, elhasználódó test és a fiatal, ígéretes együttműködése. Szeretet van. A szeretet van megmutatva, a szeretet működik, úgy tűnik. És a fokozatok nagyon sokfélék, de hogy a gyermekre, a gyermek felnőttségére, a kicsi felnőttre és a felnőtt kicsire már nagyon korán, a 16.-17. század környékén figyelem irányul, mutatják ezek a dokumentumok. Itt 15. század végén vagyunk, és lám egy kis serdülő lány, akit nagyon fontos szerepre idomítanak vagy preparálnak, megjelenik már a képeken. Miképpen megjelennek az angol uralkodók és a spanyol uralkodók, rengeteg ilyen fogunk látni, ez az a tréning, rákészítés. Igaz, hogy az arisztokrácia közegében játszódik ez leginkább le, de az a rákészítés, a feladatra való rávezetés, kondicionálás, ha úgy tetszik, amit valójában minden gyermekkel el kell végeznünk. Minden esetre pontosan tudjuk, hogy milyen jövőt szánt a Rembrandt a gyermekének, és pontosan tudjuk azt, hogy hogyan működnek az anya ölébe bujó kisfiúk és kislányok a németalföldi delfti vagy utrechti udvarházakban, amikor ezeket a képeket itt látjuk. Pontosan tudjuk, hogy ugyanúgy simogatja meg a hozzá menedékként forduló fiatal gyereknek a fejét a mamája, mint ahogyan ma ez megtörténik, ha megtörténik. Sorba jönnek a híres, nevezetes műalkotások, amelyek udvarokról, udvari emberekről beszélnek. Néha a gyermekek fogyatékossága is megjelenik. Érzékelik talán az időben, haladunk előre, de a Singleton Copley amerikai festő, philadelphiai iskolázottság, alapvetően európai mintákat figyel a fiú, de megörökít egy kisfiút az 1770-es években, aki pupos, és nem átalja ezt a kis pupos gyereket a maga kis mókus játékával megörökíteni. Van erre valamiféle bátorság benne, van az apának, a megrendelőnek, a családnak büszkesége, hogy a gyermekét akármilyen is az, de mutass, és nem rejti el, és nem tagadja el, hogy létezik a testi hiba. És természetesen megjelenik a minden idők egyetemes gicse is a 18. század végén, ugye ez a mulattató, szórakoztató, szemantikai értelemben semmiféle problémát nem jelentő ábrázolástípus, ami általában könnyen elviselhető drámákat ábrázol, vagy nagyszerű természeti jelenségeket. Ez a Jean-Baptiste Greuze, ez Napóleonnak volt egyébként ilyen félig-meddig udvari festője, a kanári halálával kapcsolatos megrendülést érzékelteti a fiatalember. Nagyon érdekes fejleményeket hozott a romantika a gyerekfelfogásban. A Philip Otto Runge azért érdekes a számunkra, mert magyarul is megjelent forrásokban lehet olvasni az ő nagy összefoglaló kompozíciójáról, a Reggelről, amelyben a világ organikus eredetét valójában a pete érésével, a polleneknek, a porzónak és a bibének az együttműködésével kapcsolja össze, és akkor a pollenből, a bibéből jönnek a kisgyerekek, és kukacféle, majd puttóvá váló, gyönyörű kis figurák, akik aztán kezükbe veszik az élet irányítását, letolják a holdat az égről, föltolják a napot, irányítani kezdik az egész egyetemes organizmust. És aztán rengeteg ilyen kis kedves figurát dob föl a romantika, a szakirodalom szerint talán a Philip Otto Rungének tulajdon, az a Hülsenbeck család gyerekei. Ezek óriási nyomokat hagytak aztán a művészettörténetben, és hát elhangzott az imént a különböző szerepredesztinációk művészeti megjelenése. Hát persze a Ferenc Józsefet hogy a csodába ne trenírozták volna gránátosnak, hiszen egész életében arra a szerepre készült, amelyet hát végül is dicstelenül, de játszott a mi közép-európai történetünkben. És a Ferdinand Wartmüller nagyon sokat foglalkoztatott, jól ismert festő, az osztrák-magyar monarchia arisztokráciájának életét bizony ebben az arisztokratikus idillben tökéletes részletességgel, nagy odaadással szerintem nagyon élvezetesen örökítette meg, és látjuk, hogy itt van valamiféle együttműködés a szülők és a gyerekek között, ezek a szép idilli gyermek-munka együttműködés ábrázolások több
töménytelenül jöttek létre a 19. század második felében, és lényegében meghatároznak egy egészen speciális művészeti kommunikációt, a szociális életnek majdnem minden regiszterét érintik ezek a mesterek, hiszen látjuk az ingyenkonyhát, látjuk a kislányokat vízhordás, napozás, fürdés közben, de látjuk ezeket, ugye a francia kurzus festészetnek az egyik legtöbbet foglalkoztatott alakja, ez az Adolphe Bouguereau, ez kurzus ember volt, és kifejezetten gicses, finom álszépségeket és álvilágot örökített meg, bármennyire is szimbolikus, allegorikus értelme volt az ábrázolásoknak. Természetesen a realitás is számtalan, nagyon érdekes és művelődés történeti értelemben hasznos dokumentumot hozott. De azért siettem, hogy eljussak arra a radikális változásra, ami a 19. század legvégén következik be, és ami kevésbé a dogmák, kevésbé a kondíciók keretei között képzelik el a gyerek működését, hanem próbálnak a valóságba bele nézni, és szemtelenül és kegyetlenül, ahogy az impressionista festő a fénypontból pigmentpontot csinál, megpróbálja rögzíteni azt a dolgot, ami van. Sicut sunt, ahogyan van a dolog. És az Edgar Degas azoknak a mestereknek az egyike, aki így a 19. század harmadik harmadában rájön például arra, hogy a munkamegosztás keretei között létrejövő szórakoztatóipar milyen típusú emberi figurákat szükségeltet. És rájön arra, hogy itt vannak ezek a fizikai, szellemi értelemben teljességgel enigmatikussá tett személyiségek, mint a balettáncos kislányok, akiket 15-16 éves korukban kidob a rendszer, és belőlük lesznek majd az abszintívók, akik üldögélnek maguk elé bámulóan a csapszékekbe. Létrejön ennek a kórhely szórakoztató ipari rutinnak a végeredményeként egy réteg, és az első művek egyike, amelyik vakmerő kegyetlenséggel megmutatja ezt a tönkretett világot. És egyre többen kezdenek beszélni arról, hogy álarc volt az, amit a 19. század a polgári idill keretei között mutatott, mert igenis létezik gyerekmunka, igenis léteznek megnyomorított emberek, és aztán az Edvard Munch lesz az, aki így az idő haladtában vagyunk. Először elkezd foglalkozni azzal, hogy milyen fizikai, mentális, illetőleg szomatikus képletekkel jár egy megalázott vagy megaláztatott fizikai állapot, a pubertás. Micsoda terhek, micsoda rémségek rejtőznek ott a háttérben. Semmi vizionárius locsogás nincs ezekben a képekben. A helyzetek félelmetesek, az előérzetek valóságosak. Vagy valóságos alapjai vannak. A gyermeknek szembe kell nézni a szülei halálával. Ki segít neki? Mit fog tenni? Nem old meg semmit egy festő, csak művész, ugye széttárja a kezét, mint a Szabó István filmjében. Én csak egy művész vagyok, mit akartok velem? De megmutat valamit, elsikít valamit, megsúg valamit a közösségnek. És a Vincent van Gogh halálának az esztendejében csinálja ezt a kislány. Kedves, szép és harmonikus környezet. Kiváló komplementer kontrasztok vannak a képen, kiegyensúlyozott, szép pszichogramszerű ábrázolása, a rajz, nagyon melódikus a dolog, mégis mindenki érzi, hogy ez a kis piros labda ebben a kéken stráfozott, energikusan felépített képben egy kis ellentmondás. Itt valami súlyos, valami nem egészen illendő teher van a kisgyerek kezébe, és a Vincent van Gogh ebben az esztendőben meghal. Vagy itt van az 1909-ben született, ez az Emil Nolde kép, német, nagyon jó iskolázottságú festő, és lám a gyerekeket, hogyha mulatni látja, játszani látja, egy őrült hisztéria keretei között fogja tudni csak elképzelni ezeket. Tehát hisztériás gyerekek, nem láttunk még ilyen képet. Ez a 20. század első évtizede. Milyen gyermekképe van annak a festőnemzedéknek, amelyik a gyermektáncot és a játékot a folklór által olyan gyönyörűen felgyűjtött és tanulásra inspiráló közeget így állít elő. Ez valami méreható, különös társadalmi miazma, ez egy nagyon komoly baj. Vagy itt van ez a ugyanehhez a körhöz tartozó fiatalember, ez az Ernst Ludwig Kirchner, a Die Brücke művészcsoportnak az alakítója volt, de szembe találkozunk szisztematikusan, sorban, egy szociológiai értelemben jól kitapogatható társadalmi pozícióval a gyerek. Mi van a gyerekkel, hogyha nincs munkája a szülőnek,
Neki kell eltartani a családot, ez az első világháború előtti időkben van. Nagyon jól érezzük, hogy mi ennek az időnek az általános kedélyállapota. Minden esetre hát a gyermekszépség apróságaival talán nem oly mértékben találkozunk, mint ahogyan az kívánatos volna a szép lelkek számára. Ez egy meggyötört, nagyon furcsa, diszfunkcionális gyerekszerepekkel teletömött világ. Németország a két háború között tele van feslettséggel, tele van bűnökkel, nincs bűnvallás és nincs bűnbocsánat, sűrű, sötét, kiláthatatlan, ködös, homályos világ. És ebben a világban így tapogatóznak, és mindenki áldozatnak érzi magát. Itt van ez a kis kép, ez is történeti, hihetetlen régi. A kisgyerek áll a nagy titok előtt. Mi a válasz? Ki ad választ? Mi az, amit látok? A tapasztalás. Tanítanak a titokra? A titkot? Ki mondja el? Nekem kell megtanulnom. Különös és romlott ez a világ, és aztán majd a kortárs művészet bizonyos dolgaira is rátérek, de kommunikáció, de megmutatkozik valamit. Ez a Norman Rockwell amerikai festő, akinek a háborúval kapcsolatos, Amerikában nem volt ez olyan kockázatos élmény, de a háborúval kapcsolatosan és a gyermekeivel kapcsolatosan mindenképpen kommunikálható élménye van. Megszabadultunk a félelemtől. Ez a szabadság a számomra, freedom az első szó a kép címében. Miért? Azért, mert lefektethettük a gyerekünket, mert a gyermekünk feje fölött fedél van. És hiába van a kezünkben az újság, ami arról szól, hogy lebombáztak helyeket, azért az a kis mikroklíma, az integrált biztonság, amit a család ad, az úgy tűnik érdekes. És ugyanez a Norman Rockwell rögzíti a gyermekeket például egy olyan felvonuláson, ahol bizony a fekete-fehér konfliktusokról szól az ének, és megdobálják ugye a néger ellenállók, a fehéreket, de közben belekeveredik egy kis néger gyerek, majdnem olyan, mint egy szociófotó, festmény, ez az amerikai hiperrealizmusnak egy nagyon szép kis darabja, és írtó érdekes kommunikációt fog támasztani vagy ébreszteni az a második világháborús folyamat, majdnem mindenütt felfedezünk apró kis nyomokat, amelyek bevett társadalmi intézményként kezelik a gyereklányok bordélyházakba cipelését. Ez egy koreai dokumentáció, hogyan szolgálják ki a japán garnizonokat a gyereklányok, és nagyon kiterjedt dokumentációk születtek erről, amelyeknek aztán képzőművészeti értelemben megjönnek a következményei. A szenvedő, kínlódó, kínzott, megkínzott és kiutat kereső, talán a gengesedésben, a csoportkeresésben, az együttműködés különböző formáinak megtalálásában aktív gyerekek, ugye Radványi Géza filmje valahol Európában is erről szól, de hát a Legyek ura is erről szól, hogyha nem egészen jól preparáltak a példák, a minták, ha nekik kell megteremteni a világtörténelmet, mindeddig működtető szabályokat, abban a pillanatban több hibát fognak véteni, mint a múltra visszatekinteni képes felnőtt társadalom meghatározó mintái. Nincs kommunikáció a felnőtt társadalom és a gyerek társadalom között, és ezért aztán a fiatal művészet, a gyermek művészet rendkívül izgalmas, azonnal interpretálható, pontosan helyére tehető, szédült produkciókat hoz létre, rendkívül ilyen Zeitgebunden, az időhöz tökéletesen oda van kötve ez a műalkotás. Tudjuk, hogy gyújtsd meg a tüzemet, vagy a Lucien Freud, ez az angol, a Sigmund Freudnak unokaöccse, angol portréfestő, megtalál egy perspektívát, amelyben elhelyezi a gyerekeit, a felnőtt perspektívája, nagyon speciális, érdekes geometriája van ennek a képnek, de több mint festmény, több mint geometria, ez egy látásmód, ez egy szerkezet, vagy a nagy belehelyezkedő művész, a Cindy Sherman bábukat csinál, a bábukat szétvagdalja, dokumentációkat készít róla, tudja, hogy a veszélyeztetett fajnak, amit mindeddig az emberiség egészének tulajdonítottak, vannak alosztályai, és a gyermek, ha lehet, ebben a rendszertanban még inkább veszélyeztetett. Mit csinál? Csak mutat, csak súg, csak sejtetéseket árul el. Miképpen ezek a festmények is, miképpen a vasárnapi gyerekekről szóló dokumentációk belekerülnek a művészetbe. Az ikonográfia, a modern művészet formanyelve rendkívül sok mediális kivitelben, de alapvetően jól ismert kérdés.
kérdéseket vet fel. Játékos, furcsa megoldások is vannak, hiszen a Donald kacsának nem biztos, hogy egy valóságos képen ott kellene sétálni a lefolyó felé. És az sem biztos, hogy nem fikcionált a fájdalomnak, vagy a drámának, a szadizmusnak, a megsemmisítésnek ez a folyamatábrája. Nem tudjuk, mi volt előtte, nem tudjuk, mi lesz utána, de drámainak tetszik a jelenet. Egy kisgyermek bebugyolált arccal, egy kanüllel a szájában fekszik. Mi történt itt? És ha nézzük a többi képét ennek a Gottfried Heinweinnak, kortárs német művész, akkor látjuk, hogy nagyon érzékeny átiratokat készítő a művészettörténet nagy és megszentelt periódusairól. Itt a náci Németország egy bizonyos tábori stratégiai központjában megjelenik egy kisgyerek, és Epifánia a képnek a címe, a királyok imádása. Mária és a kis Jézus megjelennek, az örök transformáció. És én avval is kezdtem, hogy a Caritas eszméjének, az embernek, ember által való észrevevésének és kommunikációjának gyönyörű történet az európai történet, és úgy tűnik, hogy érdekes az, amikor egy kortárs művész annyi jelentős kortárs inspiráció mellett figyelmet fordít még arra is, amit a művészettörténet korábban létrehozott. A bemutatás a templomban, Mária bemutatásáról van szó, egy átirat. Nagyon érdekes, hiperrealista, erős, monokróm előadásban, 1998-as kép, tehát itt van a szomszédban ez a kép. Ott van a teológiai értelmű történelem, itt van a mediális robbanás, amin átment a művészettörténet, és ott van végeredményben a hűség, az emberi erkölcs és az egymáshoz való tartozás eszméjéhez. Nagyon sok ilyen kortárs vonatkozása van, már konceptuális, már dokumentatív, már mediális mi voltában, nagyon sokféle formában a képzőművészetnek, ami miről szól, ha gyermek tételeződik. Az elveszett gyerekek keresik az apjukat. Ez a Christian Boltanski, francia-német művész, a holokauszt élményeket nagyon finoman, szinte túlesztétizálva adja elő. Ugyancsak a Heinweinnek egy fotója, fotósorozata sérült gyermekeket, annélkül, hogy ezt olyan nagyon reálisan és radikálisan adná elő, mutatja meg. És hát befejezésképpen semmi mást nem szeretnék itt felidézni, mint a tinédzser élmények sokaságából egy apró kis tinédzser élményt. És az élet rohan pontosan, szépen, úgy, ahogy az UFO szalad az égen, és te egyedül maradsz ma éjjel, csak a műhold süt le rád, amikor kinézel, tinédzser, tinédzser, tudod, mit érzel. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!